Sziasztok, sziasztok! Mielőtt még belekezdünk, engedjétek meg nekem, hogy bemutassak nektek egy oldalt, amit néhány rajongó állított össze a Facebookon. Igazából nem is oldal ez, hanem egy csoport, mégpedig a Wattó piasztere. Ha vannak eladó Star Wars-os kütyüjeid, vagy vennél ilyesmit, akkor ajánlom figyelmetbe ezt a kiváló kis közösséget. Csekkoljátok le, és kövessétek bátran, szerintem megéri. Link a leírásban. Most pedig, hogy szereztem ezzel a kis aprósággal jó pár dislike-ot így rögtön a videó elején, nincs is más hátra, kezdjünk neki. Tudjátok, csak pozitívan. Tehát, emlékeztek még az epizód 4 egy új remény eseményei alatt, konkrétan Tarkin parancsolt Darth Vadernek, a sötét nagyúr Sidious tanítványának? Igen, biztosan. Hisz még Leia is kimondja nagyjából, hogy Tarkin tartja a pórázt, ami Vader nyakán van. Még ha nem is pontosan szó szerint így. És akkor egy kis Mocha Time. Aki leírja kommentben a pontos párbeszédet, azt megjutalmazom mondjuk egy hatalmas pacsival. Szóval, hogy is volt ez lehetséges? Vagy miért fogadott el Vader nagyúr parancsokat egy katonai tiszt személyétől? Kíváncsi lennék a független véleményetekre egyébként, hogy szerintetek miért fogadott el utasításokat Vader? Ha van kedvetek, akkor játszunk egy kis játékot. Állítsd meg most a videót, írd le a tippelet vagy a tudásod szerinti legjobb választ, és a videó végén meglátjuk, hogy mennyire is tudtad jól, vagy épp mennyire tippeltél közel a valósághoz. Szerintem mókás lesz, próbáljuk ki, vesztenivalónk nincs. Nos, ugye kicsit összezavaró lehet a történet, ugyanis míg a negyedik rész alatt Vader parancsokat teljesített, és persze fogadja azokat egy tiszttől, addigra az ötödik részben már konkrétan a tiszteket, vagy ha úgy tetszik a magasabb rangú katonai személyeket folytogatta az erővel. Érdekes, igaz? Szerintem pedig a történet megfelelő kijellemzéséhez kezdjünk Nagy Moff Tarkinnal. Ugye ő nem egy egyszerű tiszt volt. Hírhet volt a kegyetlen és hidegvérű magatartásáról, mind a lázadók, mind pedig a saját katonáival szemben. Ha ez nem lenne elég, réges-régi múltja van a katonai hierarchiában. A köztársaságnál szolgált, és bizony a múltja egybekötődik Anakin Skywalkerével is. Legalábbis egy bizonyos ponton a köztársaság nagy hadseregében találkoztak már, és bizony sok eszmén osztották egymás véleményét, még ha azok radikálisak is voltak néhány ponton. Vajon Pilmester miért pont ezzel a pasassal osztotta meg az információt? Még csak nem is hálás érte, hogy megmentettük. Tarkin kapitány szerint a Jediknek túl nagy teher a háború vezetése. Ugyan, nevetséges. Lehet, de ne feledd, a Jedik a béke őrei. A törvényeink akadályozzák, hogy mindent megtegyünk a győzelemért. Ez elég együgyű megközelítés. Akárhogy is, Tarkin jó katona. A birodalom korai napjaiban pedig Tarkin hamar a birodalom oldalára állt, és bizony Vader nagyúrral kooperálva morzsoltak fel rengeteg ellenállót. Az inkvizitorok, így a főinkvizitor feletteseként is szolgált a seregben, és bizony Darth Vader nagyúr tiszteletét is magáénak tudhatta. De ami a legfontosabb véleményem szerint ezen a ponton az az, hogy Tarkin volt a halálcsillag megbízott parancsnoka. És hol is voltak a filmben a Vader nagyúrral közös jeleneteik? Nos, bizony a halálcsillagon. Egyesek szerint ők ketten egyenrangúnak látták egymást, kölcsönösen tisztelték a másikat, viszont Tarkin volt a parancsnok a halálcsillagon, tehát az ő felségterületeként szolgált. Így Vader ezt tiszteletben tartva elfogadta hát a parancsait. Vagyis igazából nem is mondanám talán azt, hogy elfogadta a parancsait, mert ez így nem pontos. Vader Sidious tanítványa volt, ezáltal sok szempontból különlegesnek számított a helyzete. Tarkin utasításait pedig szerintem inkább lehet javaslatoknak felfogni, mint sem parancsoknak. Legalábbis, ha egyszerűen rövidre szeretnénk fogni a dolgokat, akkor ez is egy kielégítő válasz lehet. De mi nem vagyunk ilyenek, igaz-e? Nem. Így aztán ássuk magunkat egy kicsit mélyebbre. Ugye Darth Vader szolgálatai alatt nem volt hivatalosan a birodalmi haderő része. Ugyan Sidious nagyúr, vagyis a császár tanítványa volt, de nem foglalt el a seregben semmilyen pozíciót. Leginkább talán egy náci SS tiszthez tudnám hasonlítani az űrben, okkult erőkkel és egy vödörrel, aki csak egy végrehajtóként működik a gépezetben. Ő lényegében egy fegyver, egy kalapács volt, ami elpusztította az ellenségeket. Egy szolga, aki irányította az embereket az uralkodó akaratából, és egy szimbólum talán, mely képessé tette Sidious nagyurat arra, hogy még nagyobb félelmet kelthessen és így uralkodhasson. Ugyanez igaz részben amúgy az inkvizitorokra is. Ugyan feleltek Tarkin Nagy Moffnak, de közvetlen Vader volt a felettesük, és Sidious ugye.
Viszont nem voltak részei a seregnek, tehát annak a hierarchiájából kilógtak, ennyi bizonyos. Küldetéseket hajtottak végre, olyanokat, amik a birodalom haderőjének a prioritásán kívül estek. Ugye a sereg nem gyakran küldött rohamosztogosokat egymagukban, hogy fogjanak el egy-egy Jedit. Ugye ott van például az Ahsoka könyv, kis spoiler. Abban is ugye Ashla, tehát Ahsoka a Holdon bujkált a földművesekkel, durván leszűkítve a történetet, és ugyan a birodalom megszállta a területet, a források kiaknázása végett, de amikor egy Jedi jelenléte felmerült, abban a pillanatban egy inkvizitor is megjelent. Nem véletlen. Ez volt a dolguk, és olyan dolg volt ez, amire egy rohamosztagos nem képes. Természetesen mind Vader nagyúr, mind pedig az inkvizitorok átvették gyakran az irányítást különböző műveletek felett, mint vezető. És vélhetően a császár akaratából a katonáknak teljesíteni is kellett a parancsokat, még ha nem is volt a felettesük az adott személy. Mint mondjuk, ugye Vader a katonai rendfokozatok tekintetében, tehát így értve a felettesük. Vader ugye a saját csillagrombolója Devastator parancsnoka volt, és ugye a hajó legénysége őt szolgálta, de ennyi. Ebben kiismerült a hatásköre hivatalosan. És bizony, ezekben az időkben Vader nem csak Tarkinnak felelt, hanem más magasrangú birodalmi tiszteknek is. A Yavin csata után pedig Tugge főtábornok, remélem ez a helyes fordítása, de úgyis kijavítotok, ha nem így kell fordítani a Grand Generalt. Szóval, Vader nagyúr az ő irányítás alá került. Tőle fogadta a parancsokat a katonai műveletekhez, kiallgatásokhoz és egyéb akciókhoz. Ezt követően lett Vader sokkal megbízhatóbb a császár szemében, és a rövid időtartamot követően került végül Tugge pozíciójába a birodalmi flotta élére, mint annak a parancsnoka ugye. Ez volt tehát az a pont, amikor Vader hivatalosan is a sereg része lett, és abban hatalmat is kapott. Azért azt el kell ismerni, hogy Darth Vader egy kiváló eszköz volt a Jedi rend elpusztítása érdekében. Ő kellett ahhoz, hogy a Jediket felkutassák és megöljék a 66-os parancsot követően. De ezen túl semmi oka nem volt a létezésének, semmi célja. Egy támadó vérev volt, akinek a pórázát hol Sidious, hol pedig Tarkin tartotta. Viszont, miután Luke Skywalker felbukkant, Vadernek újra lett haszna az uralkodó szemében, és az újra nyereséget remélt a tanítványából, ezért ismételten hatalommal látta őt el. Lehet, hogy kicsit elvakultnak tűnik szerintetek ez a pársor, de higgyétek el, hogy nem kívánom tompítani Vader hírnevét. Egyszerűen, ha egyben nézzük a dolgokat, akkor ez egy elég nyilvánvaló ok arra, hogy miért nem volt Vadernek komolyabb hatalma az epizód 5 eseményeinek idejéig a seregben. És itt fontos, hogy a seregben, mert amúgy rettenetes hatalma volt bárki felett, ez tagadhatatlan. Persze, ha csak a filmeket nézzük, akkor valóban Vader helyzete összezavaró. Egyik filmben még szót fogad egy tisztnek, a másikban már folytogatja őket és parancsokat ad ki. Minden bizonnyal több hatalmat kellett adni a karakternek és ezzel jobban elmélyíteni a hatást, amit kelthet. Nos, ez sikerült, és utólag elég jól körbe is lett írva a történet, hogy mi mit követett. Tehát lényegében ennyi lett volna az oka annak, hogy Vader miért is engedelmeskedett Tarkin Nagy Moffnak az Új Remény idején. Ugye, több oka is volt. Egyrészt tisztelt Tarkint. Másrészt neki nem volt semmilyen katonai rangja, így lényegében a felettese volt Tarkin. Harmadrészt pedig a halálcsillagon játszottak a jelenetek, ahol Tarkin volt a parancsnok minden értelemben. Igaz, ha engem kérdeztek, szerintem az első pont az igazán mérvadó. Kétlem, hogy Vader nagyurat érdekelte volna, hogy kinek is a parancsnok a Tarkin, ha nem tiszteli őt. Egyszerűen felnyársalta volna bármelyik tisztet, amelyik parancsolgat neki. De Tarkin más volt. Na nem úgy, vagyis állítólag úgy is, de ebbe én most nem mennék bele, azt hiszem. Szóval, talán egy kicsit kusza lett a kielemzés, és kicsit ugráltunk is az időben ide meg oda meg amoda, de remélem a lényeget megértette mindenki, és sikerült mondanom valami újat is, mondjuk. Ha esetleg te máshogy látod, vagy kiegészítenéd valamivel, akkor kérlek, tedd meg lent a kommentek közt. Szeretném, ha összehasonlítanánk az álláspontjainkat, mert ez egy nagyon is szerte ágazó téma, melyről bőven lehetne beszélgetni, úgy vélem. Ha még nem tetted volna meg, de tetszett a videó, akkor kérlek, lájkold azt, és persze ne felejts el feliratkozni, és a kis kolompot megbökve az értesítéseket is aktiválni. Köszönöm, hogy megtekintettétek a videót, és velem tartottatok ma is. Továbbá, külön köszönöm a hozzájárulást minden kedves Patreon támogatómnak. Hamarosan ismét találkozunk. Addig is, mint mindig, várom a kérdéseiteket és a témajavaslataitokat odalent a kommentek közt. Az erő legyen veletek, sziasztok!